Dar în ziua de astăzi să lăsăm toate la o parte. A mai napon tegyünk félre mindent. Bízzunk abban, hogy Krisztus velünk van. Nem egy mesét akarok mondani nektek, és nem egy fantazmagóriát. Elmondom, Isten honnan szabadított meg engem. És ha még lesz időm, elmondom azt is, mi fog történni Amerikával. Ha most nem tudnám befejezni, a pásztor azt mondta, hogy estig maradhatunk. És akkor majd befejezem a mondandómat. Isten adja áldását erre a gyülekezetre. Azt kívánom, hogy a mai napon mindenki érezze Isten érintését. És ha mostanig nem ismerted őt és az ő hatalmát, a mai napon meg fogod ismerni őt, mert ő egy hatalmas Isten. Ti, amerikai testvéreim, hatalmas áldásban éltetek mostanig. Ti nem ismertek gondokat. Ti nem tudjátok, mi a megkínoztatás. Nem tudjátok, mi az üldöztetés. Isten megáldott benneteket ebben az országban, hogy a ti áldásaitokból az egész világ részesüljön. De hatalmas hibát követetek el, amikor eltávolodtatok Istentől. Az egyházról beszélek, nem a világi emberekről. Isten egyházáról beszélünk. Isten fel akar ébreszteni az egyházat. És ezért készített engemet Romániában. És keresztül vitt meg annyi kínon és szenvedésen. És elhozott ebbe az országba, hogy előttetek állva bizonyságot tehessek az evangéliumról és az ő hatalmáról. Én egy keresztény családban születtem. Édesapám lelkész volt egy pünkösdista gyülekezetben. Testvéreim, nem tudom, mi van ebben a gyülekezetben, de úgy érzem, teljesen feltöltöttem. Ezeknek az izzóknak sok áramra van szükségük. De létezik egy másik világosság, amely eláraszt bizonyos személyeket, hogy tudjanak beszélni, hogy ne ijedjenek meg az emberektől. Ez Isten világossága, és ő beszél általuk. Édesapám lelkész volt egy pünkösdista gyülekezetben. És ahogy minden szülő elviszi az ő gyermekét gyülekezetbe, édesapám is elvitt engem. De én azt mondtam neki, hogy édesapám, nekem nem tetszik a gyülekezetben. Én el fogok menni otthonról, mint ahogy az amerikai fiatalok teszik. Dumitru, ne tedd! Dumitru, meg fogod bánni? Édesapám, én katonaiskolába akarok menni. Ha mindenképp akarsz, hát menj, de meg fogod bánni. És beiratkoztam a haditengerészet iskolába. 4,5 évet jártam iskolába, és tengerésztiszt lettem. 80 emberért voltam felelős, kihajóztunk a Fekete-tengerre, és parancsot kaptam a kommunista kormánytól, hogy kutassam át a külföldről érkező hajókat. Azt mondták, ha Bibliát találok, kobozzam el, és tartozzassam le a misszionáriust. És hamar előléptetnek. Amikor meghallottam, hogy Dumitruból nagy ember lehet, intenzíven kezdtem ellenőrizni a hajókat. És egy reggel jött egy hajó Hollandiából. 8 emberemmel felszálltunk rá, hogy átkutassuk. Találtunk néhány láda süteményt és rengeteg Bibliát. Magamhoz hívattam a hajókapitányát. Azt kérdeztem, tiéd a Bibliák? Azt felelte, hogy nem. Azt mondtam, ne törődj, mert mindjárt kiderítjük. Volt egy másik férfi is mellette. Ez az ember sírt és imádkozott Istenhez. Amikor láttam, hogy imádkozik, arra gondoltam, hogy az övéi lehetnek a Bibliák. Azt mondtam neki, adja ide az útlevelét. Előhúzta zsebéből az útlevelet. Ő egy holland misszionárius volt. Úgy hívták, hogy Dig. Az Open Door missziónak dolgozott. Amikor megkérdeztem, hogy az övéi a Bibliák, azt mondta, hogy nem. Hát akkor kiéi? A te testvéreidé és nővéreidé. Amikor ezt mondta, olyan volt, mintha egy tőrrel szíven döftek volna.
De ez nem volt elég. Azon nyomban hallottam egy hangot a füleimben. Mit csinálsz, Dumitru? Nem tudtad, hogy én hoztalak téged ide? Nem tudod, hogy a te édesapád lelkész? És hogy a te testvéreid keresztények? Ne tégy semmi rosszat evel az emberrel. Állíts mellé néhány katonát, hogy megvédjék a rendőröktől, és add vissza az útlevelét. Ha nem teszed, velem kell számolnod. Azt mondta, hogy vele kell számoljak. Megfordultam, hogy megnézzem, ki beszél hozzám. De senkit sem láttam. Amikor láttam, hogy nincs ott senki, elkezdtem reszketni. Ki az, aki hozzám beszélt? De folyamatosan beszélt a füleimbe. Add vissza az útlevelét, különben velem kell számolnod. Szégyeltem magam, amiért reszkedtem a misszionárius előtt, és bementem egy másik helyiségbe. Bedugtam a füleimet az ujjaimmal, hogy többé ne halljam ezt a hangot. De még hangosabban beszélt. Indulj, ha nem akarsz rosszat. Add vissza az útlevelét, és bízzál meg néhány katonát, hogy védjék meg a rendőrökkel szemben. Reszketve tértem vissza a misszionáriushoz. Azt mondtam neki, hogy Mr. Dick, az Istenet megválaszolta az imáidat, és elküldte az ő angyalát, hogy beszéljen az én füleimbe. Ne félj, nem bántalak. Mellét állítok néhány katonát, hogy megvédjenek a rendőröktől. Testvéreim, amint visszaadtam neki az útlevelét, többé nem hallottam ezt a hangot. És egy hatalmas békét éreztem a szívemben. Tudtam, hogy Isten angyalának a hangja volt az. Lehet, te nem hallod az angyal hangját, mert a bűneit elválasztanak tőle. Amikor valami olyanra készülsz, ami nem helyes, nem hallasz egy belső hangot, ami azt mondja, hogy ne tedd. Ez Isten angyalának a hangja. Figyelmeztet, hogy ne cselekedj rosszat. És ekkor jön az ördög, és azt mondja, nyugodtan vétkezhetsz, mert Dávid is megtette. És továbbra is király maradt. És Isten megbocsátott neki. Ne csapjátok be magatokat, testvéreim. Dávid egy király volt. Dávid eskü alatt volt. Az Ószövetségben állatokat áldoztak a bűnökért. De a mi bűneinkért Krisztusnak kellett meghalnia. Mi az ő sebei által gyógyulunk meg. Mi az ő vére által tisztulhatunk meg a bűneinktől. Részt vettem egy találkozón a mormonokkal, Utah államban. Ezt elmondom, mielőtt elfelejteném. Ti tudjátok, kik a mormonok. Megszámlálhatatlanul sokan voltak. És amikor elkezdtem mondani, hogy ti a Mormon könyvében hisztek. Ti a Joseph Smith könyvében hisztek. De ebben a könyvben ti nem hisztek. Az igazi könyvben, amely elvezet a boldogságra. Nem a Mormon könyve, nem a Joseph Smith könyve, nem a Dudumán könyve. Az igazi könyv a Biblia. Ezt halván az összes mormon felállt, és áldotta Istent. Azt kiáltották, hogy halleluja. Én nem tudtam, hogy mi történt ott. De Isten angyala leszállt közéjük, hogy megerősítse őket abban, hogy amit mi mondunk, Isten lelkétől származik. Ezután Isten hatalmas munkát végzett el közöttük. Azt kívánom, hogy tegye ugyanezt köztetek is. Úgy fogadtak bennünket a mormonok, ahogy sehol máshol. Mert ők látták Istennek a hatalmát. Azt akarom, hogy ti is érezitek az ő hatalmát, annélkül, hogy látnátok őt. Testvéreim, 3,5 éven keresztül voltam a Fekete-tengeren. Nagyon sok misszionárius jött be országunkba. Ők egymástól tudtak a helyzetünkről. Én mindannyiukat segítettem. A szívem tele volt örömmel, hogy én is tehettem valamit Isten országáért. Hatalmas boldogságot éreztem, hogy segíthetek a Bibliák terjesztésében. De 2,5 év után elkezdődött az üldöztetés.
A kommunista kormány kiadott egy rendeletet, miszerint az összes Krisztus követőnek ott kellett hagyni a munkahelyét, funkciótól függetlenül. Én is haza kellett menjek, de nagyon szomorú voltam. Aval a gondolattal mentem haza, hogy fellázadok a szüleim ellen, mert az ő hitük miatt elvesztettem a munkahelyemet. Édesanyám látta, hogy rossz kedvem van. Azt kérdezte, mi baj van veled, fiam? Miért vagy ilyen búskomor? Azt feleltem, hogy a ti hitetek miatt engemet kidobtak a katonaságból. Hol van, édesapám? A gyülekezetben, felelte. Most pedig megyek és megszégyenítem őt mindenki előtt. Azt mondta, hogy ne menjek, mert mindjárt hazajön. Menni akarok, mondtam neki. Amikor odaértem az ajtóhoz, egy olyan gyönyörű éneket hallottam bentről, amilyet ti is énekeltetek ma. Sosem fogom elfelejteni. Elmondok egy szakaszt belőle. Fentről jött közénk valamikor régen. Jézus Krisztus, a jó pásztor, bejárta a földet, hogy megkeresse az elveszett bárányokat. Én voltam az az elveszett bárány, kedves testvéreim. Elszaladtam otthonról. De Krisztus megtalált engem a Fekete-tengeren. Zokogni kezdtem, testvéreim. Éreztem, hogy valami megszorítja a szívemet. Kívánom, hogy ti is megérezzétek ezt a szorítást. Ez a Szentlélek szorítása volt. Nem tudtam abbahagyni a sírást. Három zsebkendőt sírtam tele könnyeimmel. Szégyeltem magam, hogy sírok. Miért sírok én? Hisz férfi vagyok. Körülnéztem a gyülekezetben, hogy sír-e még valaki rajtam kívül. Édesapám sírt az örömtől, hogy ott látott engem. Oda mentem hozzá, és azt kérdeztem, édesapám, miért sírok én? Azt mondta, majd a végén elmondja. A szertartás végén megkért, hogy álljak fel. Azt kérdezte, hogy Dumitru, sajnálod-e, hogy kidobtak a katonaságtól? Azt mondtam, igen, sajnálom. Azt mondta a testvéreim, íme a válasz a mi imáinkra. Már 2 éve fohászkodtunk, hogy rúgják ki a katonaságtól. Istennek szüksége van tisztekre az ő hadseregében. Istenhez kéne fordulnod, fiam. Rendben, apám, de előbb hadd nősüljek meg. Hát válasz magadnak egy lányt a gyülekezetből. Nincs, akit válasszak innen, mert az összes szegény. Hát akkor keresd magadnak egy gazdagot, és forduljatok Istenhez. Végül pedig elvettem Máriát, testvéreim. Mária volt a legszegényebb, sőt, még árva is volt. De szép volt nagyon. És nagyon tetszett nekem. Azt mondtam neki, hogy ha Istenhez fordulsz, elveszlek feleségül. 17 éves korában vettem őt feleségül. És már 37 éve házasok vagyunk. 2 napja volt a 37. évfordulónk. Testvéreim, elvettem feleségül Máriát. Elmentem a gyülekezetbe, szövetséget kötöttünk Istennel. Hosszú időn keresztül imádkoztam, amíg megkaptam a Szentlélek erejét. Amikor megkaptam Isten erejét, elkezdtem hirdetni az evangéliumot. Sok gyülekezetben prédikáltam. Nálunk sok gyülekezet van. Abban az időben a gyülekezetek csak a föld alatt létezhettek. Összegyűltünk, a párnákat rátettük az ablakra, és úgy imádkoztunk Istenhez, bezárt ajtókkal, és sok alkalommal a pincékben gyűltünk össze, az erdőben, és fohászkodtunk Istenhez, megtörtük a kenyeret, és telve voltunk Szent Lélekkel, és Isten megerősített minket, és egyre többen tértek meg hozzá. A legtöbb gyülekezetben nem voltak bibliák. Megkérdeztem a pásztortól, hogy miért nincsen bibliátok. Amíg a Fekete-tengeren voltam, sok biblia jött be az országba. A pásztorok azt mondták, hogy testvérem, a bibliák a kommunisták kezei által jöttek be, a kommunisták eladták azokat nekünk, és a következő napon ránk küldték a rendőrséget, és elkobozták. Így maradtunk mi Biblia nélkül. Amikor én ezt hallottam, megbeszéltem a családommal, hogy visszatérek a Fekete-tengerre. Megkerestem a kikötő parancsnokát, és azt mondtam neki, hogy parancsnok úr, én megházasodtam,
és nincs munkahelyem. Kérlek, adj valami munkát nekem. Az Isten hívők számára nincs munkahelye. De Uram, mi mást tehetnék? Hisz katonai iskolát végeztem. Hadd legyek takarító a kikötőben. Dmitru, te nem lehetsz takarító. Parancsnok úr, akkor mit tegyek? Várj egy kicsit. Értesz a főzéshez? Azt mondtam, igen, értek. Akkor szakács leszel a tiszti konyhán. És ott jól meg leszel fizetve. Ott volt az én helyem, testvéreim. Nem azért mentem oda, mert nem volt pénzem. Édesapám gazdag ember volt. Avval a gondolattal mentem oda, hogy találkozzak a misszionáriusokkal. A misszionáriusoknak soha nem volt pontos címük. Miután alkalmaztak, 2 hónapon keresztül voltam szakács. Ott tanultam meg szenvedni. Azon a helyen mindenki gúnytűzött belőlem. Én azt mondtam, hogy szenvedj nyugodtan, Dmitru. Krisztus sokkal többet szenvedett, mint te. De 2 hónap múlva ugyanazt a hangot hallottam, amit a hajón. Dmitru, menj a kikötőbe, mert érkezik Dick misszionárius. Elszaladtam a kikötőig. Az első ember, aki leszállt a hajóról, Dick testvér volt. Távolról kiáltottam neki, hogy békesség Istentől, mert mi, román keresztények, így köszönünk egymásnak, békesség Istentől. Az amerikai keresztények pedig azt mondják, hogy hi és bye. Dick testvér, amikor meglátott civilben, sírni kezdett. Nem tudta, mi történhetett velem. Azt mondta, hogy találkozunk a 2. hotelben Konstancán, mert mi románok nem állhattunk szóba idegenekkel. Ha elkaptak volna idegennel beszélni, 6 hónap börtönt kaptam volna. Bementem a hotelbe, ott együtt imádkoztunk, és együtt elmentünk Bukarestbe. Bukarestben találkoztunk Andrew testvérrel, Richard Wurbrand testvérrel, és más keresztényekkel. Nagyon szoros kapcsolatba kerültünk egymással. Ők hozták a Bibliát Romániába, én pedig kiosztottam azokat a gyülekezeteknek. És 3 éven belül a legtöbb román gyülekezetnek volt Bibliája. A gyülekezetek továbbra is imádkoztak értünk, és Isten védelmezett bennünket. Hoztak egy új törvényt Romániában. Ha valakit elkapnak, hogy idegenekkel beszél, vagy Bibliát ad másoknak, 25 év börtönnel lakoljon, és a vagyona teljes elkobzásával. Az életünk állandóan veszélyben forgott. De hatalmas bizalmunk volt, hogy Isten gondunkat viseli. 3 év után Isten megválaszolta a gyülekezetek imáit. 1970-ben hatalmas esőt bocsátott Romániára. Akkor esőzés volt, hogy az ország felét elárasztotta a víz. Amikor a kommunista kormány látta a hatalmas károkat, segítségét fordultak a nyugati országokhoz. Megnyitották a határokat, és szabadon jöttek be a Bibliák az országba. 4 éven keresztül szabadon jöttek be a Bibliák az országba. De a testvéreinknél elfogytak a román Bibliák, és orosz Bibliákat kezdtek küldeni. Én 18 kilométerre laktam az orosz határtól. Hatalmas biblia lerakatokat csináltam. Nem tudtam, hova rejtsem őket. Próbáltam átcsempészni a határon, de nem volt lehetőségem. És nagyon szomorúan jöttem haza. A rendőrség is követett. És amikor apám látta, hogy mennyire sápat vagyok, Dmitru, te beteg vagy? Azt mondtam, hogy nem. Akkor miért ilyen sápat az arcod? Édesapám, rengeteg orosz bibliám van. Nem tudom, hová rejthetném el. Próbáltam átcsempészni a határon, de nem tudtam. Mindent megpróbáltál? Igen, persze. És imádkoztál is? Mondtam, hogy nem. Böjtöltél is? Mondtam, hogy nem. Kérted Isten segítségét?
Mondom, nem. Hát akkor magadban bíztál, és azért nem tudtad átvinni a Bibliákat. Gyere, gyűjjünk egybe és böjtöljünk. És imádkozzunk Istenhez, hogy ő mutasson utat. Azon a napon elhatároztuk. Nem aludtam jól azon éjjel. Éreztem Isten kezét, kelj fel, Domitru. Azonnal felugrottam az ágyból. Az ágyam végében megjelent egy ember fehér köntösben. Amikor megláttam, reszketni kezdtem. Az ajtó felé néztem, hol jöhetett be. Az ajtó be volt csukva, az ablakok be voltak zárva. Ki ő, és hogy jöhetett be hozzá? Domitru, ne félj, mondta nekem. Bibliákat akarsz vinni az oroszoknak? Azt mondtam, hogy igen, szeretnék. Fogj egy ceruzát, és írd le, amit mondok. Nem tudtam írni, annyira remegtem a félelemtől. Elmondta, hogy hova kell mennem. Megadta a címet, elmondta, mit mondjak. Azt mondta, én előtted fogok járni. Ha megkérik tőled, mondd azt, hogy azt küldött, aki itt volt nálad. És ő mutatta meg, hogyan vigyem át a Bibliákat az oroszokhoz. Miközben öltözködtem, eltűnt ez az ember. Az ajtóhoz szaladtam, de be volt zárva. Az ablakok be voltak csukva. Istenem, mi lehetett ez? Amikor egy mennyei lény megjelenik, teljesen elveszettnek érzed magad. Nem akarsz fényképet csinálni róla. Az amerikai testvérek mindent lefényképeznek. Azonnal apámhoz szaladtam. Édesapám figyelt, mit láttam. Azt mondta, hogy menj, mert mi imádkozunk. És elindultam. Körülbelül éjjel 12 lehetett. Reggel 8-ra értem oda. Volt egy állomás a határon, ahol vámolták a vonatokat, és kicserélték a tengelyeket, mivel Oroszországban a vasútak szélesebbek, mint Romániában. Amikor a vonatok Romániából átmentek Oroszországba, ki kellett cserélni a tengelyeket. És miközben cserélték a vagonok tengelyeit, mi becsempésztük a Bibliákat a vagonokba. Megkerestem az állomásfőnök irodáját, és zörgettem az ajtón. Ő remegve nyitotta ki az ajtót. Mit akarsz tőlem? Azt küldött engem, aki az imént meglátogatott téged. Amikor ezt mondtam, még jobban kezdett remegni. És mit akarsz tőlem? Bibliákat akarok vinni az oroszoknak. Behívott az irodába, és elmondta, hogyan vigyem át a Bibliákat a határon. Hova helyezzem azokat? És hogyan rejtsük el a vagonokban? 15 éven keresztül több mint 300 ezer Bibliát vittünk át Oroszországba, ezen kívül más keresztény könyveket is. De nem én, testvéreim, és nem Andrew testvér. Isten keze cselekedte ezt. 15 év múlva kisinói testvéreinket elfogták, miközben rakották le a Bibliát a vonatról, és 1980-ban letartóztatták őket, és a mai napig nem engedték szabadon. 3 hete hagytam el Romániát, néhány lelkész átjött Oroszországból, akiknek segélycsomagot adtunk át, mert volt nekünk 2 konténer segélycsomagunk, és megkérdeztem őket, hogy szabadultak-e ki a testvéreink. Azt mondták, még mindig a börtönben vannak. Éjszaka törtek rájuk, és erőszakkal kivonszolták őket az otthonaikból, és elvitték őket a Fekete Völgybe, amely Kisinau és Odessa között helyezkedik el, és még mindig ott vannak. Amikor ezt hallottuk a hollandiai Bernard testvérrel, elmentünk Kisinauba, de senki nem tudta, hogy hol vannak ezek a családok. 80-an gyűltünk össze a pincében. 3 nap és 3 éjjel bőtöltünk. Senki nem evett, és senki nem ivott.
Senki nem aludt. Csak imádkoztunk, és dicsőítettük Istent, amíg meglátogatott Isten angyala. Azt mondta, üljetek be egy autóba, én is veletek leszek. Megmutatom, hol vannak ezek a családok. És a második éjszakán megérkeztünk. Éjjel 2-kor. Amikor odaértünk, ők térden állva imádkoztak. Kisgyermekek imádkoztak Istenhez. A legnagyobb meglepetés számomra az volt, hogy ott voltak katolikus lelkészek, ortodox lelkészek, metodisták, pünkösdisták, baptisták, evangélikus keresztények, mindannyian ugyanazon Istenhez imádkoztak. Egy szívvel és egy lélekkel. Nem volt semmilyen felekezeti korlát közöttük. Ott mindannyiuknak megvolt ez a szabadságuk. Gyorsan visszautaztunk Chișinăuba, hogy találkozzunk testvéreinkkel. Egybe voltak gyűlve, gyűjtést szerveztek, és a következő napon megvásároltak mindent, amire szükségük volt a testvéreiknek. Vásároltak sátrakat, ruhákat, eledelt. Megrakottunk két autót, és elindultunk a Fekete Völgy irányába. De a rendőrség is követett minket. Amikor egy orosz boltban egyszerre sokat vásárolsz, az eladó értesíti a rendőrséget. És elindultak utánunk. Már-már utolértek bennünket. Nagyon el voltunk keseredve. Azt kiáltottuk, hogy Istenünk, Te megmutattad nekünk, hogy hol találjuk őket. Könyörülj kérünk a Fekete Völgyben lévő gyermekeken, és ne engedd, hogy elkapjanak bennünket. És amikor már szinte utolértek, Isten egy hatalmas felhőt bocsátott a völgyre, fölöttünk alig csepergett az eső, viszont őket jégesővel sújtotta. A jég betörte a szélvédőiket, és nem tudtak tovább követni. Mi pedig sikeresen megérkeztünk a Fekete Völgybe. Így munkálkodik Isten. Amikor visszajöttünk a Fekete Völgyből, Chișinău város bejáratánál, a rendőrség ellenőrizte az autókat. Engemet elkaptak útlevél nélkül, és letartóztattak. Börtönbe zártak Oroszországban, Chișinăuban. Addig voltam ott, amíg a románok átvettek tőlük. Az oroszok nem vertek meg. Az oroszok csupán gúnyt akartak űzni belőlem. Amikor hazaértem Romániába, a házam körül volt véve rendőrökkel. A feleségemet arccal a falhoz állították, a lányomat úgy szintén. Engemet is megkötöztek, és arccal a falhoz állítottak. Sokféle műszert hoztak magukkal. Keresték a Bibliákat. Rengeteg Biblia volt abban a házban. Azt hittem, meg fogják találni. Reggel 8 órakor kezdték a kutatást, és délután 4-kor fejezték be. 4 órakor egy ezredes jött oda hozzám. Dumitru, fordulj meg! Mondd, hol vannak a Bibliák? Megtalálták? Én azt hittem, megtalálták. Azt mondta, nem találtak semmit. Ha nem találtak, azt jelenti nincs, mondtam neki. Az Úristen elrontotta a műszereiket, bezárta az ő szemeiket, mert ők Bibliákon tapostak, és nem vették észre. Hova rejtetted a Bibliákat? Nincs nekem Biblia gyáram, Uram. Ne törődj, még azt is elmondod nekem, hogy mit ettél, amikor még kisrác voltál. Betett az autóba és elvitt a rendőrségre. És elkezdődtek a kínzások. 5 hónapon keresztül kínoztak engem. Én most csupán néhányról fogok említést tenni. Ha szeretnétek többet tudni, benne van a könyvben. Legelőször arra kényszerítettek, hogy írjak nyilatkozatot, hogy mondjam el, honnét származnak a Bibliák, hol tartom azokat,
hogyan vittem át az oroszokhoz, és ki segített engem ebben. De a fülemben megszólalt ugyanaz a hang. Dumitru, ne mondj semmit. Dumitru, én megmentelek téged. Dumitru, én veled vagyok. Testvéreim, hogyha azt mondtam volna, hogy én nem egyedül vittem a Bibliákat. Több száz testvérem segített nekem. Hogyha ezt elmondtam volna, több család halt volna éhen. És arra gondoltam, hogy inkább meghalok én, mint sem, hogy eláruljam testvéreimet. És Istennek a munkája tovább fog folytatódni. Látták, hogy nem mondok semmit. És bevittek egy nagyon sötét szobába. Annyira sötét volt, hogy még a falakat sem találtam. Addig maradsz itten, amíg vallani fogsz. Ezután becsukták az ajtót, és elmentek. Egyszer csak azt hallottam, hogy valaki kinyitja az ajtót. Arra gondoltam, hogy miféle csapda lehet itt. Féltem, nehogy belelépjek valamibe. Egyszer csak patkányok hangját hallottam. Miféle állataik vannak ezeknek? Éreztem, amint felmászik a lábamon. Hozzáértem, egy hatalmas patkány volt. Egy néhányat lepaltam magamról, de 10 másik mászott rám. Annyira megijedtem. Torkom szakadtából kiáltoztam. Istenem, ne hagyj elveszni! Amikor ezt kiáltottam, hatalmas fény keletkezett a cellában. Ebből a fényből egy hangot hallottam. Dumitru, ne félj! Veled vagyok! Figyelj rám! Amikor felemeltem a fejem, annyira erős volt a fény, hogy arccal a földre borultam. Azt mondtam, nézz rám! Ki vagy te? Feleltem. Az Úr angyala, Gábriel, az ég küldöttje. Istenhez kiáltottál, és a segítségedre siet. Nézz rám! Ez alkalommal láthattam őt. A fényben egy férfiú volt, ragyogó ruhába öltözve. Egy széles öv volt a derekán. A fején sisak volt, a jobb kezében pedig egy kard. A kardból tűz jött ki. Dumitru, ne félj! Nagy kínokon fogsz keresztül menni, de mindvégig veled leszek. Kiszabadítalak az ő kezükből, és elviszlek Amerikába. Nézd csak a földre! Testvéreim, amikor a földre néztem, az egész szoba tele volt döglött patkányokkal. A pincében volt egy patkányneveldéjük, és amikor az emberek nem vallottak, rájuk engedték a patkányokat. És félelmükben még azt is elmondták, amit nem tudtak. De Istennek az angyala a segítségemre sietett. Miután az angyal elment, én még jobban megijedtem. Odaadtak a patkányoknak, hogy élve felfaljanak engem. Egy rendőr kinyitotta a cella ajtaját. Te még élsz? Igen. Odaadtatok a patkányoknak, hogy megegyenek? Ekkor felgyújtotta a villanyt, és amikor meglátta a döglött patkányokat, rám támadt, és valamivel fejbeütött. Leestem a földre, megölted a gyerekeimet, én is megöllek téged. A lábaimtól fogva kihúzott a cellából, levette a cipőimet, és bevitt egy nagyon szűk cellába, amely alatt egy hideg patak csorgadozott. Azt egy vasrács választotta el a cellától. Fentről pedig víz csepegett a fejem tetejére. A falakból hegyes szegek álltak ki. Itt maradsz, amíg vallani fogsz. Hogy mennyit álltam ott, nem emlékszem. A lábaim feldagadtak, a fejemet nem éreztem. Jött egy rendőr, kinyitotta a cella ajtaját, és én kiestem a cellából. Kihúztak onnan. Mi történt a lábaiddal? Kérdezték. Fáznak a lábait? Ne törődj, mert felmelegítjük. Átvittek egy másik cellába, megkötözték a derekamat, felhúztak egy csigán, és egy gumibottal elverték a talpaimat. Azután hagyták, hogy helyre jöjjek, leöntöttek vízzel, és arra kényszerítettek, hogy adjak vallomást. Becsíptették a kezem az ajtóval,
és tűket szurkáltak a körmeim alá. Azután arccal a földre nyomtak, tettek egy deszkát a hátamra, és 5 vagy 6 rendőr nehéz botokkal ütlegeltek, amíg ömleni kezdett a vér az orromból és a szájamból. Azután újból leöntöttek vízzel, és arra kényszerítettek, hogy tegyek vallomást. Kedves testvéreim, ez 5 hónapon keresztül tartott. 5 hónap után látták, hogy nem mondok semmit. Bevittek egy másik cellába, ahol volt egy különleges szék. Dumitru, látod ezt a széket? Igen, látom. Értet hoztuk Németországból. Beszélj, mert abban fogsz meghalni. Nincs, amit mondanom, még akkor sem, ha meghalok. Hozzákötöztek a székhez, hátrakötözték a kezeimet, a lábaimat is megkötözték, egy műszert helyeztek a talpaim alá, és a mellkasomra, a szívem tájékán. A fejemre egy süveget tettek, és mindkét fülembe beszereltek valamit. Most próbálj emlékezni, különben meghalsz. Testvéreim, amikor rákapcsolták az áramot, akkora áramütést kaptam, hogy nem éreztem a nyelvem a számban, és semmit nem láttam a szemeimmel. Amikor azt hittem, most meghalok, újból megjelent az a fény. Ugyanaz a férfi volt, mint első alkalommal. Dumitru, ne félj! Dumitru, nem fogsz meghalni. Csak kiálts Jézus véréért. Azt kiáltoztam, Jézus vére, Jézus vére. Nem tudom, meddig kiáltoztam, és azt sem tudom, mit műveltek velem. Amikor felébredtem, a földön voltam, és véres voltam mindenütt. Leöntöttek vízzel, és pofoztak. Te tudod, hogy most mindent elmondtál nekünk? A műszereink felvették a gondolataidat. Hallgasd vissza! Amikor bekapcsolták a műszert, hallottam a saját hangomat. Jézus vére! Jézus vére! Testvéreim, nem én voltam erős. Krisztus vére aratott győzelmet. Miért ezt kiáltoztat? Kérdezték. Azért, mert meg akartatok ölni. Mindenképp megölünk. A következő napon behozták a feleségemet, Máriát. Betették a mellettem lévő cellába, hogy halljam, hogy ott van. Mária, Dumitru mindent elmondott nekünk. Azért hoztunk be téged, hogy te is erősítsd meg az ő vallomását. Írd le, ki hozta be a Bibliákat, hol tartja azokat, hogyan vitt át az oroszokhoz, és ki segített neki ebben, és hazaengedjük Dumitrut. De Isten nem engedte, hogy Mária beszéljen. Ha Dumitru elmondta, ő tudja, de én nem tudom. Ráugrottak Máriára, hogy őt is megverjék. Mária megijedt és kómába esett. Hordájra tették és hazavitték. Azután odajöttek hozzám. Hallottad, hogy itt volt a feleséged? Igen, hallottam, hogy megvertétek őt is. Nos, ő mindent elmondott nekünk, és azután hazavittük. Mondd el te is, és téged is hazaviszünk. Ha ő elmondta, ő tudja, de én nem tudok semmit. Szóval kiterveltétek ezt, és újból belekötöztek a villamos székbe. Ez alkalommal égni fogsz. Még nagyobb áramot kapcsoltak rám. Ugyanazt csinálták még egyszer. És amikor azt hittem, hogy vége, meghalok, ugyanazt a fényt láttam még egyszer. Ugyanaz az angyal volt. Dumitru, ne félj! Nem fogsz meghalni. Még csak egy kínzáson fogsz átesni, és kiszabadítalak a kezükből. Az ellenséget fog meghalni. Csak kiálts Jézus véréért. És újból elkezdtem kiáltani. Nem tudom, mit tettek velem. Ugyanúgy ébredtem, mint korábban. Leöntöttek vízzel és pofosztak. Ez alkalommal csak elmondtad, amit hallani akartunk. És amikor bekapcsolták a műszerüket, újból hallottam a saját hangomat. Jézus vére! Jézus vére! Sunt furiat tare
Nagyon dühös lett az ezredes, aki a kivizsgálást folytatta. Telefonált és behívott 6 rendőrt. Én csak annyit hallottam, öljétek meg. Rámugrottak a bakancsaikkal, és úgy megrugódtak, hogy 9 bordám tört el, és kómába estem. Hogy mit tettek velem, nem tudom. Amikor felébredtem, egy doktor injekciót szúrt a jobb karomba. Azt mondta, Dumitru, a te Istened megmentett téged. Ekkor beszaladt a terembe egy rendőrtiszt, és azt mondta a doktornak, hogy gyorsan menjen, mert haldoklik, az ezredes. A doktor otthagyott engem, és a tiszt után szaladt. Kíváncsi voltam, mi történhetett. Körülbelül fél órát vártam, és megérkezett egy másik ezredes, akinek szelíd volt a hangja. Hogy vagy, Dumitru? Felöltözhetsz. Miért öltöznék fel? Mert hazamész. Már nem akartok megölni? A te Istenet igazságot szolgáltatott neked. Presztenyuk ezredes meghalt, és a parancsnok azt mondta, hogy gyorsan vigyelek haza. Mi történt vele? A kezében tartotta a dosszédat, és belső vérzése támadt. A földre esett, és meghalt. Amikor a doktor megérkezett, már meg volt halva. És a parancsnok azt mondta, hogy gyorsan vitesselek haza. Dumitru, ne kérd azt az Istenettől, hogy engem is megbüntessen, mert én téged nem bántottalak. Behívtak egy másik rendőrtisztet, felöltöztettek, betettek az autóba, és hazavittek. Testvéreim, amikor hazaértem, annyira szét voltam törve, hogy a feleségem nem ismert fel. Nem tudtam a lábamon állni, sem egyiken, sem a másikon. A testvéreim a karjaikba vettek, a feleségem megvetette az ágyat, és lefektettek, és ott feküdtem 3 hónapon keresztül. A testvéreim minden este az ágyam mellett imádkoztak. Misszionáriusok jöttek hozzánk a világ minden pontjáról. Lefilmeztek és elmentek. Én azt kiáltoztam, hogy Istenem, engedj meghalnom. Egy idő után bűzleni kezdett a húsom. És azt mondtam, Istenem, vége az életemnek. Élve kezdtem bűzleni. És 3 hónap szenvedés után, amikor azt hittem, hogy vége mindennek, késő éjszaka, a családom aludt. Megjelent az a fény, ami a börtönben. Ugyanaz a férfi. Dumitru, elég volt. Kifelé innét. Testvéreim, azonnal kiugrottam az ágyból, és kiszaladtam. És megvizsgáltam magam, hogy fáj-e valahol. Nem fájt sehol. Tudtam járni. Nem bűzlöttem. Azt kiáltoztam, már nem bűzlik. Mi történhetett velem? Álmodtam. Ez lenne a valóság? Nem jött, hogy elhiggyem. Visszamentem. Bementem a feleségem szobájába, aludt. A gyermekeim is aludtak. Bementem a saját szobámba, és ott láttam Istennek az angyalát. Dumitru, fáj még? Azt mondtam, hogy nem. Dumitru, tudsz járni? Mondom, igen. Dumitru, láss neki a munkának. Még 4 éven keresztül Bibliákat kell szállítanod. A rendőrség állandóan a nyomodban lesz, de én veled leszek. Bezárom a szemeiket, és nem fognak tudni elkapni. Látni fogják, hogy nem tudnak elkapni. És most írd le, amit mondok. Megmondta az évet, a hónapot és a napot. Amikor a kommunista kormány ki fog dobni az országból. Testvéreim, úgy történt, ahogy ő mondta. És most pedig folytatnám az üzenetet.
Azután pedig elmondok egy álmot, amelyet nemrég kaptam Oregonban. Mert amikor visszajöttem Romániából, Oregonba kellett mennem. És amikor átmész egyik klímából a másikba, nem érzed túl jól magad. Oregonban sokat esik az eső, és nem tudtam aludni éjszaka. Az éjszakáimat a térdeimben töltöttem, és imádkoztam. Istenhez kiáltottam. Elaludtam, és kaptam egy álmot, amelyet el fogok mondani a bizonyságom végén, és mondani fogok egy örömüzenetet Romániából, hogy ti is együtt örüljetek velünk. Miután eljöttünk Olaszországból, ahogy reggel is említettem, megérkeztünk Szodomába és Gomorába, egészen pontosan Kaliforniába, ahol nagyon rosszul fogadtak bennünket. Egy orosz szervezet révén kerültünk oda. Bevittek egy lakrészbe bennünket, ahol jelenleg is élünk. Ez a lakrész nagyon piszkos volt. Korábban kutyák laktak ott. A kárpit nagyon bűzlött. Nem voltak bútorok. Ágyak sem voltak. Üres volt a lakrész. Amikor a feleségem meglátta, azt mondta, ember, miért hozott ide bennünket Isten? És elkezdett zokogni. Azt mondta, menjünk más épületbe. Talán befogadnak, mert itt nem élhetünk. Magamhoz vettem egy román fiút, aki tudott angolul. És elvitt egy olyan épületbe, amelyen azt írta, hogy kiadó. Az első kérdésünk az volt, hogy befogadnátok-e ide. A férfi azt kérdezte, hogy vannak gyermekeitek? Én boldogan azt mondtam, hogy igen, vannak. Gyermekes családot nem fogadunk, mondta. Miféle emberek ezek? Én úgy tudtam, hogy Amerika keresztény ország. A Bibliák Amerikából jöttek. A misszionáriusok szintén Amerikából jöttek. Hogy lehet, hogy a kutyákat elfogadják, és a gyermekeket nem? És sírni kezdtem, mint egy gyermek. Hazamentem a feleségemhez, próbáltam elfojtani a sírást. De Mária azt mondta, hogy Dumitru, miért sírtál? Te láttál engem sírni? Kérdeztem. Ismerlek téged, tudom, hogy sírtál. Azt mondtam neki, Mária, nem fogadnak be, mert gyermekeink vannak. Dumitru, miért büntetett meg Isten minket? Mit tettünk, hogy Isten ennyire megbüntetett? Ő is sírni kezdett. A gyermekek a bőröndön aludtak, és én kimentem az épület mellé sétálni. Megvizsgáltam a teljes életemet. Azt mondtam, Istenem, miért büntettél meg minket? Istenem, én rád bíztam a teljes életemet. Istenem, én mindent elvesztettem érted. Minden vagyonom három bőröndben van. Uram, miért büntettél meg ennyire? Miért hoztál engem ebbe az országba? Nincs semmi pénzem, nincs mit megegyünk. Nincs ágyam, amelyen megpihenhetnék. Istenem, miért hoztál ide? És leültem egy kőre. Késő este volt. Zokogva könyörögtem Istennek. És egy fényt láttam közeledni. Amikor láttam ezt a fényt, azt hittem, hogy egy autó jön. Mert Romániában és Olaszországban autókkal követtek, hogy megöljenek. Azt hittem, itt is megtaláltak. És azonnal felálltam. A fény körbevett engem. És a fényből ugyanazt a hangot hallottam. Ugyanaz az angyal volt, aki a börtönben meglátogatott, aki eljött a házamba is, aki velem volt Olaszországban is. Azt mondta, Dumitru, hova lett a bizalmad? Mit tettem én, hogy ennyire megbüntettél? Miért hoztál engem ebbe az országba? Az sincs, ahol megpihenhetnék. Dumitru, azért hoztalak ebbe az országba, mert ez az ország égni fog. És idehoztál, hogy elégjek itt. Miért nem hagytad, hogy meghalljak a börtönben, a saját hazámban? Dumitru, hallgass! Szállj fel mellém! Mostantól nem beszélhetsz. Testvéreim, én felültem melléje. Hogy milyen járműve volt, nem tudom. Olyan gyorsan ment, nem láttam semmit. Megmutatta, hogy ez itt Kalifornia. Ez itt Las Vegas. Ezt azért mutatom neked, mert ez a hely Szodoma és Gomorra. A bűneik az égig hatottak. És Isten úgy döntött, hogy felégeti.
és egy napon égni fog. Tovább vitt, és megmutatta New Yorkot is. Ez itt New York. Itt is Szodoma és Gomorra van. És egy napon égni fog. Tovább vitt, és megmutatta Floridát. Ez itt Florida. Ez is Szodoma és Gomorra. És egy napon égni fog. És velem mit akarsz csinálni? Azt mondtam, most hallgass. És visszavitt arra a helyre, amit elhozott. És most beszélgessünk. Azért hoztalak ebbe az országba, mert szeretem ezt az országot. Szeretem az embereket ebben az országban. És a te ajkaid által fel akarom ébreszteni őket. Hogyan ébreszthetnéd fel az én ajkaim által? Én nem tudok beszélni senkivel itt. Ki ismer itt engem? Ki fog hozzám szólni? De ne aggódj emiatt. Én előtted fogok járni, és nagy dolgokat fogok cselekedni az amerikaiak között. Felkészítek valakit, aki fordítani fog. Te pedig mondj el mindent, amit én mondok neked. Amerika égni fog. Hogyan éghetne Amerika? Amerika egy hatalmas ország. Te azt mondd, amit én mondok neked. El fogsz jutni a televíziókhoz, el fogsz jutni a rádiókhoz, különböző gyülekezetekhez, és mondj el mindent, amit én mondok neked. Ne rejts el semmit se előlük. Amerika égni fog. Hogyan éghetne Amerika? Ezt mond nekik. Az orosz titkos ügynökök megtalálták a legnagyobb nukleáris lerakatokat Amerikában. És amikor az amerikaiak azt hiszik, hogy béke van, és biztonság, és minden tökéletes, bizonyos nemzetek az országon belül fel fognak lázadni a kormány ellen. A kormány el lesz foglalva a tüntetésekkel, és ekkor a tengerről, Kubából, Nicaraguából, Közép-Amerikából, Mexikóból, és még mondott két országot, de már nem emlékszem. Lebombázzák az amerikai nukleáris lerakatokat, és Amerika égni fog. És mit fogsz tenni a gyülekezetekkel? Sok gyülekezet már rég elhagyott engem. Nincsenek itt embereid? Te ezt mondd nekik. Emberek embereket követnek és dicsőítenek. Saját magukat emelik fel, és magukra irányítják a figyelmet Jézus helyett. Az egyházban vállások vannak, és paráznaság. Szodómia, abortusz, és mindenféle bűnök. Krisztus lelke nincs jelen a bűnök között. Krisztus a tökéletességben, a szentségben van. És azért hoztalak téged ide, hogy hangosan kiálts, és ne félj, mert én veled vagyok. Mondd, hogy távolodjanak el a bűntől, és forduljanak Istenhez, mert ő megbocsát és feloldoz a bűnök terhe alól. És mindenkit, aki elhagyja a bűnöket, és Istenhez fordul, meg fog szabadítani a nagy nyomorúság napján. Hogyan fogod megmenteni őket, ha Amerika égni fog? Te ezt mondd nekik. Ahogy kimentettem a három fiatalt a tüzes kemencéből, úgy fogom őket is megmenteni. Ahogy kimentettem Dánielt az oroszlánok ketrecéből, úgy fogom őket is kimenteni. Csak annyit kell tenniük, hogy Istenhez fordulnak. Testvéreim, Isten nem kér nagy dolgot tőlünk. Forduljatok el a bűntől, és forduljatok Istenhez, és Isten meg fog bocsátani nekünk. Azt mondtam, ha te Isten angyala vagy, és beszélni akarsz az amerikaiakhoz, meg kell mutatod nekem, hogy hol írja ezt a Bibliában. Ha nem írja ezt a Bibliában, én nem beszélhetek nekik. Mondd nekik azt, hogy olvassák Jeremiás könyvének 51. fejezetét, a 8. és a 15. bekezdések között, és a Jelenések könyvének a 18. fejezetét, és a Krisztus testének a népek ellen vívott harcát, Zakariás könyvének 14. fejezetét. Ismétlem az igehelyeket. Jeremiás 51, 8-15, Jelenések 18, és Zakariás 14.
Azt írja, hogy Krisztus maga együtt fog lakni az emberekkel az olajfák hegyén, és az ő szájából kijövő kard által minden istentelen nemzet meg lesz semmisítve. De nekünk nagy örömünk lesz. Krisztussal fogunk lakni 1000 éven keresztül. Ő füves legelőkre vezet bennünket. És inni fogunk az örök élet vizéből, és enni fogunk az élet fájáról, és örökkön fogunk élni, testvéreim. Erről tesznek tanúságot az írások is. Ezt mondja a Szentlélek. Ébredj fel, és fordulj Istenhez teljes szíveddel, mert sötét napok és nehéz idők következnek, és nem lesz hova elbújnod, mondja az Úristen. Ha a mai napon nem vizsgálod meg magad, és ha nem fogsz hozzám kiáltani teljes szívedből, ha nem hagyod el a bűnöket, és nem fordulsz hozzám, holnap már késő lesz, mondja a Mindenható. Azért figyelmeztetlek téged, mert szeretlek, és meg akarom menteni a lelked. Jézus Krisztus az Úr. Jézus Krisztus eljött testben. Testvéreim, Istent nem verhetjük át. Ő emésztő tűz. Részt vettem egy televíziós egyezményen, itt Floridában, a Husseinnel folytatott háború alatt. Egy kétnapos evangelizáció, de egyszer sem említették Krisztus nevét. Csak Husseinről beszéltek. Volt egy hatalmas térkép a falon, hogy ott van Babilon, hogy Babilon el lesz pusztítva, és ott lesz az Armagedon. És mindenről beszéltek, csak épp Krisztusról nem. Két nap múlva rám került a sor. Nekem azt kellett mondanom, hogy Amerika Babilon. De megkísértett az ördög, és ezt mondta nekem. Te hallod, mit mondanak ezek? Ezek doktorok, profi evangélisták. És megmutatják, hogy hol van Babilon a térképen. És megmutatják, hogyan lesz elpusztítva Babilon. Hogyan mondhatnád te azt, hogy Amerika Babilon? Menj haza, és ne jöjj vissza. Amikor hívnak, ne menj oda. És amikor a legnagyobb volt a kísértés, hallom, hogy szólítanak. Amikor hívtak, már le voltam fegyverezve. Az ördög megkísértett, hogy lefegyverezzen. Elkezdtem remegni, és azt mondtam, Istenem, teljesen üres vagyok. Ha jössz, akkor beszélni fogok. Ha nem leszel ott, nem tudok beszélni. És ahogy mentem felfelé a lépcsőn, láttam, amint egy tűzláng belém hatol. Amikor ez a tűz elárasztott, már nem én voltam. Valaki más volt ott, és a fejembe súgta, hogy mondjam azt, hogy olvassák el. Jeremiás könyve 51. fejezet, 7. vers. És én értelmezni fogom ezt a verset. Ha valaki fel akarja olvasni, hogy hallja az egész gyülekezet. Felolvasom, mert én találtam meg hamarabb. Aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegítette az egész földet. Nemzetek ittak borából, amely megrészegítette a nemzeteket. Amen. Babilon aranypohár volt Isten kezében. És én megkérdeztem akkor, melyik Istenhez imádkozik Hussein? Valaki azt kiáltotta, hogy Mohamedhez. Hogy lehetne akkor Hussein aranypohár Isten kezében? Mert hogy ő nem az élő Istenhez imádkozik. Olyan nehéz ezt megérteni? Értetlen arccal néztek egymásra. Testvéreim, mondtam, Istennek az angyala beszél hozzám, hogy elmondjam az értelmezést. Dávid mondja, Uram, a te szavad értékesebb az aranynál. Mondtam, hogy Amerikát megáldotta az Úristen. Amerikának volt Bibliája. Ez az aranypohár. Amerikának voltak misszionáriusai,
Amerika elvitte a Bibliát minden országba, és milliók fordultak Istenhez. És Amerika, ahelyett, hogy növekedett volna, elbukott, mert az amerikaiak elmentek prédikálni Oroszországba, Kínába, Romániába. De ki prédikál Amerikában? Ki fog Amerikában prédikálni? Hagyjunk mindent úgy, ahogy van, mert megfelel nekünk a mi életvitelünk, és félretesszük a Bibliát, és úgy élünk, ahogy akarunk. Nem, testvéreim. És megkérdeztem. Azt írja, a nemzetek megrészegedtek az ő borától, és mindannyian Babilonba akartak menni. Ki az, aki Irakba, Husseinhez akar emigrálni? Mindenki azt kiáltozta, mi nem. Mi nem. Ki fogadott a legtöbb emigránst ezen a világon? Amerika. Ha Romániából is fogadnának, az összes kommunista idejönne. Azt látják, hogy a Biblia Amerikából jön. Látják, hogy a misszionáriusok Amerikából jönnek. Látják, hogy a segítség Amerikából jön. Látják, hogy az összes áldás Amerikából jön. Ők azt hiszik, hogy Amerikában Isten halottakat támaszt fel. Ugyanezt gondoltam én is. De amikor megérkeztem ide, teljesen elveszettnek éreztem magam. Istenem, én azt hittem, hogy itt a halottak feltámadnak. De teljesen másképp volt. A 9. vers ezt mondja, meg akartuk gyógyítani Babilont, de nem akart meggyógyulni. Hagyjátok el őt, és menjen mindenki a saját földjére, mert közel van az ő büntetése. Nem idézek mindent, hogy ne tartsalak fenn sokáig. Nézzük a 13. bekezdést. Te, aki nagy vizek mellett laksz, és tömérdek kincsed van, eljött a véget, rablásod betelt. Isten úgy döntött, hogy véget vet uralmadnak. 14. bekezdés. Úgy betöltelek téged emberekkel, mint sáskákkal, és ők hadakozni fognak ellened. Nos, melyik ország Babilon? Ugye nincs bátorságotok kimondani. Amerika az. Tanulmányozzátok át jól az írásokat, és olvassátok el a Jelenések könyve 18. fejezetét. Teljesen tisztán beszél, és pontosan bemutatja. És amit az Isten angyala mondott, be fog teljesedni. Viszont teljes meggyőződésem, hogy akik neve fel van írva az élet könyvében, azokat Isten nem fogja elhagyni. Isten fel fogja emelni őket, és meg fogják látni Istennek áldott országát. Ott leszünk együtt Krisztussal, és ugyanazt az éneket fogjuk énekelni. Ugyanazt a nyelvet fogjuk beszélni. Nem a románt, de ugyanazon nyelven fogunk szólni. És telve leszünk Isten dicsőségével. És Krisztus maga felövezi magát, és felszolgál a mi asztalunknál. Mi, földi emberek, kik bűnben nevelkedtünk, megkapjuk azt a lehetőséget, hogy Krisztussal együtt lehessünk. Mennyire kell Istenhez fordulnunk? Egyesek közületek most nagyon megijedtek. Ne félelemből forduljatok Istenhez. Ne azért forduljatok Istenhez, mert Isten megbünteti ezt az országot. Azért forduljatok hozzá, hogy megmentsétek a saját lelkeiteket. Amikor jönni fog a nagy nyomorúság, akkor fogjátok meglátni a különbséget. Azon személyek között, akik Istennel voltak, és akik nem voltak vele. Ezren fognak elesni egyik felől, 10 000 a másik felől, de neked nem lesz bántódásod. Mert ha Isten velünk, ki ellenünk? És Isten velünk van. Visszudinoligon.
És most, testvéreim, Michael elmondja nektek az álmomat, amit Oregonban láttam. Én amikor ezt álmodtam, felkeltem és rögtön elmondtam neki. Ő pedig leírta a hírlevélbe. Ezért ő talán jobban emlékszik rá, mint amennyire én. Szóval akkor én fogok prédikálni. Ez másfél héttel ezelőtt történt. Oregonban voltunk, egy hotelszobában, és ő hajnal 4-kor felköltött engem. Azt mondta, nagyon kemény álmom volt. Azt mondta, nagyon sötét volt. Sok ember volt körülöttem. Tudtam, hogy ők mind Krisztus követők. És amint sötétebb lett, láttam egy sereget közeledni. Mindenki feketébe volt öltözve, egy kivételével. Ez vöröset viselt. És egy jel volt a homlokán, és beszélni kezdett. Én a sátán vagyok, és azért jöttem, hogy harcoljak Isten gyermekei ellen. Az emberek nagyon megijedtek. A sátán azt kérdezte, kinek van bátorsága ellenem szegülni. Azok menjenek balra, akik nem akarnak harcolni ellenem, menjenek jobbra. És csupán az emberek 25%-a ment balra, és az összes többi jobb felől gyülekezett. És sátán kiadta a parancsot, hogy megöljék azokat, akik bal felől voltak. Amint a sereg előre ment, és körülvette a kis csoportot, egy fény ragyogott rájuk a mennyből, és körül ölelte a csoportot. Egy hang azt mondta, vegyétek elő a kardotokat, és védjétek magatokat. Valaki a csoportból azt kérdezte, milyen kardot? A hang pedig azt mondta, Krisztus szava, a ti kardotok. Vegyétek elő, és használjátok. Ők idézni kezdték az evangélium szavait, és az ellenség serege megállt. Hirtelen énekelni kezdtek. Az ellenség pedig megijedt és elszaladt. Sátán nagyon dühös lett ettől. Azt mondta, öljétek meg azokat, akik a jobb oldalon vannak. És egymás után lemészárolták azokat. Nem tudták megvédeni magukat. Valaki a másik csoportból megkérdezte, ők miért nem védekeztek? A hang azt mondta, ők langyosak voltak egész életükben. Egyik lábukkal a világban, a másikkal pedig az egyházban voltak. Ők sosem ismerték meg Isten szavát és az ő erejét. És emiatt nem volt védelmük. A nap ragyogni kezdett, és a felhők szerte oszlottak. Csupán egy felhő maradt sátánnal és a seregével. Sátán az öklével fenyegette a kis csoportot. Azután eltűnt. Amint körülnézett, sok embert felismert a kis csoportban. Ezek az ő szolgatásai voltak. Ez a látvány megerősítette őt. Nos, ez volt az oregoni álom. Testvéreim, visszagondolva erre az álomra, úgy érzem, hamarosan támadás fogja érni a Krisztus követőket. Sátán keresi az alkalmat, hogy kiöntse ránk bosszúját. Személyes véleményem szerint megtörténhet, hogy nem valósul meg az álom. De a világi erők karöltve a kormánnyal, támadást intézhetnek Krisztus követői ellen. De nekünk nem szabad félnünk, mert az, aki bennünk lakozik, erősebb, mint az, aki a világban van. És most egy hatalmas örömhírt szeretnék átadni nektek. Ti az évek hosszú során imádkoztatok. Hallottam gyülekezeteket fohászkodni Istenhez, hogy elhúzza a vasfüggönyt. És több alkalommal értesültem arról, hogy Gorbacsov, George Bush és Ronald Reagan félrehúzták a vasfüggönyt. Ezt ti is elhittétek? Nem, testvéreim. A ti imáitok, és a nemzetek imái, akik azért fohászkodtak, hogy Isten félrehúzza a vasfüggönyt, az oka annak, hogy ez megtörtént.
Isten azért tette ezt, hogy beteljesedjen azok száma, akik megmenekülnek. Mert hogy mindenkinek hallania kell az evangéliumot, hogy Istenhez fordulhasson. Az írás azt mondja, hogy ez az evangélium hirdetve lesz az egész világon, és csak azután jön el a vég. És ezek a szavak most beteljesednek, amikor ez az írás ismerté válik az egész Földön. És már eljutott a vasfüggönyön túlra. Nálunk Romániában 45 éve vannak üldöztetések. És most Isten kimondhatatlanul nagy kegyelmet adott nekünk. Amikor megérkeztem a bukaresti Otopeny repülőtérre, és amikor láttam, hogy vissza kell jöjjek Amerikába, elkezdtem sírni. És azt mondtam, Istenem, miért kell visszamenjek? Olyan boldog voltam ott. Isten hatalmas kegyelmet adott nekünk. Az evangéliumot mindenütt hirdetik. Még a börtönökben is. A katonaságnál is. Hallottam a saját füleimmel. A katonaság reggelente a mi atyánkat énekelte. Harsona és trombita kíséretével. Annyira gyönyörű volt, hogy örömömbe beszaladtam a völgybe. Találkoztam egy katonatiszttel és megkérdeztem. Van itt olyan rádió, ahol keresztény zenék mennek? Uram, ön hol él? Itt, válaszoltam. És akkor hogy nem tudja? Egy új törvény jelent meg nálunk, miszerint az öregek és a fiatalok, a katonák és a rabok egyaránt elismerik Isten létezését, mert 45 éven keresztül tagadtuk őt, és az országunk éhezett. De most el akarjuk fogadni Isten törvényeit, hogy Isten újból áldását adja erre az országra. Testvéreim, én sírtam az örömtől, amikor ezt hallottam. A pünkösdista gyülekezetből kiválasztottak tanult embereket, és az állam fizeti őket, hogy hirdessék az evangéliumot az iskolákban a gyerekeknek és a katonaságnál. Fel tudjátok fogni, mekkora kegyelmet adott Isten ennek az országnak. Ezzel szemben Amerikában az iskolákban nem tanítják az evangéliumot. A katonaságnál nem is hallottak róla. Az amerikai katonaságnál hallottam a homoszexuálisokról. De Istenről nem. És azt látjuk, hogy Amerika elfordult az Úristentől. Elfordultak az égistenétől, akiben egykor bíztak, és megáldotta Amerikát. És most Amerika, ahelyett, hogy növekedne, egyre csak süllyed. És ennek következtében ez az ország el fog veszni. És most elmondanám, mivel foglalkozunk mi. Amikor először idejöttem, 2,5 éven keresztül Andrew testvéremmel jártam az országot. 2,5 év után olyan dolgokat láttunk, amelyek nem tetszettek. Sok testvérünk van lágerben, Ausztriában, Jugoszláviában és Olaszországban, akik megmenekültek Ceausescu kezeiből. És az Open Doors-hoz fordultunk, hogy segítsenek kiszabadítani őket. Azt mondták, mi nem foglalkozunk ilyesmivel. Az amerikai kormányhoz fordultam, hogy jóvá hagyja a missziómat. A kormány azonnal igent mondott. 300 családot szabadítottunk meg. Isten segítségével. És az amerikai testvéreink segítségével. Voltak testvérek, akik akkor mellettünk voltak, és ma is mellettünk vannak. Testvéreim, én sosem kértem senkitől semmit. A 2 szobás lakásomban egyszerre több román család volt elszállásolva. És nem volt pénzem az albérletre. Éjszaka kinyitottam az ajtót, mert nem volt levegő. És a térdeimen sírtam, Isten előtt. Megismertem egy pásztort Indiánában.
És azt mondtam, Istenem, hogy ha még mindig velem vagy, szólítsd meg azt a pásztort, hogy küldjön valami pénzt ezeknek az embereknek. Testvéreim, a következő reggelen kaptam egy telefont. Michael, otthon van nagyapád? Azt mondja, igen, itthon van. Egész éjjel azt láttam álmomban, hogy nincsen pénze, amiből kifizesse az albérletet. Áldottam Istent az álomért. Mondd meg neki, azonnal küldök egy kis segítséget. Így munkálkodik Isten. Csodálatos az ő munkálkodása. Mindig megkaptuk, amire szükségünk volt, annélkül, hogy pénzt kértünk volna valakitől. Titeket is csak arra kérünk, hogy imádkozzatok értünk. Imádkozzatok azért a szolgálatért, amelyet végzünk. Kérjétek a mindenhatót, hogy adjon nekünk erőt, hogy elmondhassuk az ő üzenetét az egész országban, hogy felébredjen Isten egyháza. Áldjon meg titeket az Úr, töltsön meg titeket Szentlélekkel, változtassa meg az életeteket, hogy amikor legközelebb találkozunk, legyetek telve az ő lelkével. Kívánom, hogy Isten adjon prófétákat ennek a gyülekezetnek. Adjon nektek látásokat, és halmozzon el titeket a Szentlélek ajándékaival, hogy növekedhessetek a Krisztus ismeretében. Az Úristen áldjon meg titeket és minket egyaránt. Ámen.